Sziasztok, gyerekek! Jó napot kívánunk a felnőtteknek, szülőknek, vagy esetleg nagyszülőknek is. Újra itt vagyunk. Hát mi egyfolytában itthon vagyunk az otthonunkban, de számotokra újra itt vagyunk, hiszen május elejé hangraforgó klubunkkal jelentkezünk nálatok, és mai napra is összeállítottunk egy pár szép kis dalocskát, és fogadjátok szeretettel, énekeljetek velünk. Tavasz van, kezdjük a kiskertnél, aztán majd paripán is vágtatunk, eljutunk a vásárba is, de mindent sorjába megmutatunk. Egy szép kis népdallal kezdjük, beültettem kiskertemet. Felismerem a legutóbbi klubról. Megint ide varázsoltunk benneteket. De reméljük, hogy nem csak itt a felvételen szól a taps, hanem otthon is megtapsoltok minket, ha hallottok. És azt is reméljük, hogy ha ismerős dalra találtok, akkor azt velünk éneklitek. Mint például a most következőt. Nos, hát az előbb virágot ültettünk, de nem csak virágot ültettünk tavasszal, hanem búzát is vethetünk a földbe, és ha megsüti a nap, meglocsolja az eső, akkor nyárra megérik a búza, és kezdődhet az aratás. Bye.
aki tengerőbe tölti. Tehén dalgaszt, tehén dalgaszt, kemencébe rakja, kemencébe rakja. Késül-e a cipó, késül-e a cipó? Jobb a cipó, csipegeti, hangya morzsát szedi, hangya morzsát szedi. Hangya morzsát szedi, hangya morzsát szedi. Hangyák olyan szorgalmasan főszedték a morzsát, hogy nem maradt egy szem se. Pedig a következő dalnak a főszereplője, a kiskakas, nagyon éheske lehetett, mert nem talált magának morzsát, talált viszont egy rézgarast, és azt a rézgarast bekapta. Tássik! Gazdag Erzsi néni írt egy csodás verset, a kiskakas rézgarasát. Hol figyeltek, halljátok, hogy a kiskakas ott kapirgál hegedű húrjain. De ő dallamosan kapirgál. Fölkapta egy kis kakas, ha fölkapta, jól tette, a bütyébe betette, de a bütye kidobta, mérges lett a kakasra, messze szitta a kakast, búzát adjál, ne garast, messze szitta a kakast, búzát adjál, ne garast. Kis kakas a piacon, búzát vett a garason, ezt adta a megyének, most már békén megélnek. Hegedű szóló következik! Előfordult-e már, hogy nem találtátok a fél papucsotokat? Ez ilyen veletek nem fordult. Laci bácsi, veled már előfordult? Hát, bevallom, gyakorta előfordul. És meg lesz? Hát, sokat kell keresni. És ki keresi? Én. Na, hát képzeljétek el, hogy milyen jó dolga van a béka királynak, aki úgy látszik, hogy feledékeny, és az egyik papucsát eltüntette valahova, elveszítette.
elhagyta. De neki könnyű dolga van, mert azt mondja az udvartartásának, a népének, hogy ti mind menjetek, és keressétek a papucsomat. Most már csak az a kérdés, hogy megtalálják-e a béka király papucsát. Ezt mesélj el nekünk Fésűs Éva. Elelte, úgy elnyelte fekete dófeneket. Kereste a gyereket, evi halak serege. Egy se lelte, úgy elnyelte fekete dófeneket. Sándor bácsi verséből megtudhatjuk, milyen az igazi katona, aki nem fél se a vihartól, se az ellenségtől. Bea néni kezében agogót látunk, és innen messziről üzenjük Flóriánnak, hogy tessék elővenni az agogót és velünk kopácsolni. Sose bántsák a hazán, dur, dur, oda vág, sose.
hazugság a hazád. Ezután, a gyalogos katona után énekeljünk egy gyönyörű lóról, hiszen ha megkérdezünk benneteket, általában azt válaszoljátok, hogy lovas katonának sokkal jobb lenni, mint gyalogos katonának. Én is a lovat választanám inkább, és a mi lovacskánk nagyon szép, csillog-villog a szőre, a sörénye szép selymesre van kefélve, olyan gyönyörű, akár csak egy tátos paripa. Van is ilyen paripánk, egy gyönyörű rejkó. Lehet velünk énekelni. Paripám, csoda szép pejkó, ide lép, oda lép, hejhó, hegyen át, vizen át vágtat, nem adom, ha ígér százat. Amikor paripám ballag, oda néz valahány csillag, amikor paripám táncol, oda néz a nap is százszor. Hegyen át, vizen át vágtad, nem adom, ha ígér százat. Hegyen át, vizen át vágtad, nem adom, ha ígér százat. Amikor paripám ballag, oda néz valahány csillag. Amikor paripám táncol, oda néz a nap is százszor. Amikor paripám táncol, oda néz a nap is százszor. És most vágtassunk! Paripám, csoda szép pejhó, ide lép, oda lép, pejhó, hegyen át, vizen át vágtat, nem adom, ha ígér százat. Hegyen át, vizen át vágtat, nem adom, ha ígér százat. Amikor paripám ballag, oda néz valahány csillag. Amikor paripám táncol, oda néz a nap is százszor. Amikor paripám táncol, oda néz a nap is százszor. Köszönjük szépen a lelkesítő tapsokat, ha nem is személyesen, de hangfelvételről itt vagytok velünk. Most egy világszám következik. Egy mesét fogunk elénekelni, ne gondoljatok hosszú mesére, csak egy kicsike rövid mese lesz, egy orosz népmese. A főszereplője az apuka, aki a répát, amelyet erültetett, gondozta, ápolta, becézgette, hogy nőjön szép nagyra, finom, édese. Aztán, amikor szeretnék kihúzni, de a mesét tovább ismeritek, mi most ezt a mesét Pálcika bábukkal bemutatjuk nektek. Az apuka ültetett egy répát, és így biztatgatta. Nőj, nőj, répa, növekedjél gyökérke, jó édesre, szép kövérre, óriási nagyra. Nőj, nőj, répa, növekedjél gyökérke, jó édesre, szép kövérre, óriási nagyra. Meg is nőtt a répa, meghízott a gyökérke, jó édes lett, szép kövér lett, óriási nagy lett. Menj hát az apóka, hogy kihúzza a földből a nagyra nőtt répát, megfogta, s húzni kezdte. Húzta, húzta, tépte, cibálta, ráncigálta, de hiába nem mozdult a répa. Húzta,
puszta, puszta, tétet cibálta, ránk cigálta, de hiába nem mozdult a répa. Rendhát az apóka, és szólított az anyókát is, hogy jöjjön, segítsen neki répát húzni. Anyóka húzta apókát, apóka húzta répát, anyóka húzta apókát, apóka húzta répát. Húzták, húzták, ráncigálták, hiába, hiába, ketten húzták, cibálták, nem mozdult a répa. Szaladt az anyóka, s hívta a kis leány Juliskát, jöjjön ő is segíteni, répát húzni, már fogta, s már húzták. Unoka húzta anyókát, anyóka húzta apókát, apóka húzta a répát. Húzták, húzták, ráncigálták, hiába, hiába, hárman húzták, cibálták, nem mozdult a répa. Otthon volt a Kondrik kutya, nosza, szabad ő segíteni répát húzni. Megfogta kis leány Szofiás már. Kutyuska húzta unokát, unoka húzta anyókát, anyóka húzta apókát, apóka húzta répát. Húzták, húzták, ráncigálták, hiába, hiába, négyen húzták, cibálták, nem mozdult a répa. Nosza, hívták át a kis cicát is, jöjjön ő is segíteni répát húzni. Megfogta Bodri farkás, már húzták is, há! Macska húzta kutyuskát, kutyuska húzta unokát, unoka húzta anyókát, anyóka húzta apókát, apóka húzta répát. Húzták, húzták, ráncigálták, hiába, hiába, már öten húzták, cibálták, nem mozdult a répa. Már csak egy valaki volt, csúszul, aki segít, na de azért ő is jött segíteni répát húzni, és igazán szükség volt rá. Egérke húzta a macskát, macska húzta kutyuskát, kutyuska húzta unokát, unoka húzta anyókát, anyóka húzta apókát, apóka húzta a répát. Húzták, húzták, ráncigálták, jót rántottak rajta. Hatan húzták, erre aztán engedett a répa. Kifordult a földből, a nagyra nőtt jó édes, szép kövér és ízletes, óriási répa. Nyom-nyom-nyom-nyom-nyom-nyom-nyom-nyom-nyom. A répát, Laci bácsi, mert... Szeretem a répát, jut igen. Neked is répa, püré, répa, füzelék. Minden kisgyerek szereti a répát. Répa torta, répa lé, és még mindig marad a nagy répából. Olyan sok répa nőtt, hogy akár vendégeket is hívhatunk. Hát, ha eltelik ez a nagyon zűrös időszak, akkor hívhatunk vendégeket. Ha. Gazdag Erzsi Vendégvárás című verse következik. Addig bedesszük a répát a fagyasztóba. Na, kibírja. Vasárnap, vasárnap engemet is várnak.
Következő énekünkben egy vásárba látogatunk. Ebben a vásárban sok minden, csuda jó dolgokat lehet vásárolni. A leányok természetesen szoknyát szeretnének, a legények pedig csizmát. Vörös Sándor versében, Van-e szokni Eledó című versében megmutatjuk mindezt. Vásárba se rossz járni, de még jobb talán táncházba járni, ahol lehet táncolni. Szoktak a leányok külön táncolni, legények külön táncolni, és amikor már mind a két fél megmutogatta magát, hogy hogy tud táncolni, a végén aztán együtt is táncolnak. Na nézzük, hogy táncolnak. Vörös Sándor versében. Sokkal izgalmasabb dolog, egy lakodalom. Na persze, ha meg lehet tartani. Hát képzeljétek el, hogy egyszer, amikor már minden leány férhez adtak, minden fiú megházasodott, és már nem volt lassan házasulandó lány, meg férfi, akkor a motolla elirigyelte az emberektől ezt a nagy esküvőst, és körbenézett a világba, kit vehetne feleségül. Talán a sütőlapátod? Hát képzeljétek el, megtetszett neki a piszkafa. Olyan csinosan állt a kandalló mellett, hogy illegette magát jobbra-balra, de a lényeg ahhoz hozzá, hogy a motolla megkérte feleségül. És már itt is vagyunk a lakodalomban. Mielőtt a lagziba betekintünk, elbúcsúzunk tőletek. Ez a mai összeállításunk utolsó dala. Legközelebb egy hónap múlva találkozunk. Remélem jó egészségben találkozunk a monitoron keresztül, és mi innen a szobából. Viszontlátásra, sziasztok!
összehívja, jaj, a vén magjuk csak kihagyja, gyagya, a vén magjuk csak kihagyja, a vén magjuk csak kihagyja. Azt a szélén tollászkódik, azt a szélén tollászkódik.